kéne jönnöm a sikerülni. Jó napot kívánok! Ön a túravezető? Szerusz. Én. Neve? Nincs. Nincs neve? Nincs. Az én nevem Schweitzinger Ádám. Hanyinger Ádám? Schweitzinger. Schweitzinger uram. Jó. És no. Elnézést, először is itt fog engem ön körbe vezetni? Itt, körbe. Fú, hát én ezt nem hiszem el. Én rövidnadrágban jöttem, tele van itt fűvel, magas a fű, legalább lenyírhatták volna a füvet. A füvet? Hát nem látja a sok füvet. S a tehenek mit esznek, ha lenyírjuk a füvet? Hát uram, a tehenek az már nem az én gondom, de magának az a dolga, hogy egy olyan teret biztosítson, ahol biztonságosan és kényelmesen tudunk így felfedezni. Annyi kényelmes, ide le is lehet feküdni, annyi kényelmesebbet nem lehet kopni itt a háj. Sehúz, nem akkor a falkonnak. Éppen látom, hogy Budapesten van akkora fa. Ó, menjünk már el, hát hogy ne lenne? Már hogy ne lenne fa? Hol van akkora fa Budapesten? Hát én nem láttam. Hát pár ilyen parkokban, meg a Margit-szigeten, meg minden ilyen ilyesmi helyen, tudja? És a másik dolog, amitől egy kicsit tartok, ön jön ezzel a darab fával, és mi van, hogyha megtámad minket egy medve? Itt amúgy milyen fajta medvék vannak? Hogy készülnő fel? Hát eljön otthonról ilyen, egy ilyen... Akkora, hogy általában négy lábik van. Igen. És ilyen fajta medvék vannak nálunk. De négy itt lábik. Is, ahol most vagyunk éppen most is itt... Itt csak ugye magasabban vannak a barna medvék, a feketék, és itt a zöldek, nem lássuk már, a füközök vannak. Zöld medvék igen. Is vannak? Van. Uram, Isten, uram, hát hova hozott akkor? Honnan tudjuk, hogy mikor fog előszökni egy medve, mikor fog így ránk szökni egy medve? Onnan, hogy először itt csinálni. És akkor utána szökik. És ahogy azt csinálta, hogy akkor futó. Tanítsa meg még egyszer, hogy kell? Nem, maga a medve fog bőgni. Maga hova akar bőgni? Hát gondoltam, hogy megijesszük, hogy fusson el a medve. Érti? Nagy állat, nagy tápszik lenni, de a medve azért nem szarik bőgni maga. Ha iszi, ha nem. Hát milyen helyre hozott engem? Hát szép zöld, nem jár szép zöld. Még most sem mondta el a nevét, hát hogy szólítsam? Szólítson úgy, hogy Mister. Én vagyok a Mister. Na jó van, Mister, hogyha előszökik egy medve, akkor hová futunk? Hát nézze meg, a tiszta üres téren vagyunk. Ott a kártén. Én nem tudok jól mászni. Ön kell átvessen engem a kerten. Én átdobom. Én átdobom, hogy... És a másik fele. Ha jön a medve. Igen. A medvénél gyorsabban nem lehet futni nekünk. Mi nem vagyunk gyorsabbak a medvénél. És én nem is akarok a medvénél gyorsabb lenni, én csak magánál akarok gyorsabb lenni. Jaj, hogy akkor a saját élete fontosabb, mint az enyém. Hát akkor még fizettem be erre a túrára? Hát azért, hogy nézze meg ezt a szép zöld talajat. Hát látom, itt elég szép, de már kezdek unatkozni. Ha egy kicsit errefele jövünk. Igen? Hát mutasson is valamit, ne csak itt papoljon itt meg nekem. Itt meg lehet figyelni természetes élőhelyén a nagy fenekű televíziót, ahogy után önök ilyen ember, napra. Hogy a televíziót ilyen helyre vetik, hát... Itt nő! Nem, itt nő nem vettük vadon nő. Drága jó Istenem. Nem vettük mi. Buzalt vettünk a kinnap, de az most nem lényeges. Ne! Hát tudja, hogy mit éle. Nem tudom, olyan, mint hogyha egy fát itt vártak volna most ki. Ez arcpakolás. Kipróbálja. Arcpakolás? Na, gyújjon közelebb, bolondot! Ez valami szar, ennek olyan büdös tagja van. Hát. Ja, Istenem! Bence, add már ide az anyádat! Júlia, ma este indulunk haza innet. Én többet nem fogok ülni. Hát nézzek, olyan pofátlan vezetőt kaptunk rá. Nézze, most pedig fenyeget a karójával. Tudja ez a karó mit tud csinálni, ha itt pofátlanozik engem. Júlia!